Sziasztok, kedveseim, szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt az Egyszerűen Nagyszerű. Földi életünk az első légzéstől az utolsóig tart. Kétféleképpen lélegzünk, ösztönösen és tudatosan. Ha nyugodtak vagyunk, légzésünk egyenletes, de ha stressz helyzet van, akkor a légzésünk gyökeresen megváltozik. Ma este a légzésről, a légzés erejéről fogok beszélgetni kedves meghívottammal, Hegyi Pap Szilárddal. Szilárd, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy megtalált. Ó, drága vagy. Hallod? De nyugodtan szólj rám, hogyha esetleg így görnyedten ülök, meg hasonló. Szokásom, mert most javítom én is csak a testtartásom, mert nekem is baj volt a hátgerincemmel, és nagyon fontos ez, amit mondasz most, hogy a vállak hátra legyenek húzva, és le. Igen. Na, láttátok, azért ültem ennyire enyhén mereven, mert hogy igyekeztem eleget tenni. No, Szilárd, válaszolj nekem. Még egyszer a meghívást. Én köszönöm, hogy itt vagy, mert nagyon-nagyon vártam már ezt a beszélgetést. Én körülbelül fél évvel ezelőtt jeleztem neked, hogy szívesen várlak egy beszélgetésre. Szilárd, az első kérdésem az volna, hogy igaz-e az, mi szerint 150 betegség mögött a helytelen légzés áll? Igen, igaz. És azt mondják a tudósok, hogy 90%-a a emberiségnek stresszes és helytelenül lélegzik. Ez a kettő közrejátszik, mivel hogy helytelenül lélegeznek, ezért az idegrendszer stressz alatt van, stresszet érez. Igen. És hogyha olyan helyzetben is vagyunk, hogy függőágyban fekszünk, és egy ilyen kellemes zene megy, és kimegyünk a tengerparton, ha helytelenül lélegzünk, úgy is van egy stressz helyzet, egy valamilyen feszültséget érez az ember. Még ott is? Igen. Jesus. Igen. És fordított arányban is igaz, hogyha földrengés is lehet, igen, hogyha helyesen lélegzünk, igen, nyugodtan és mélyen, igen, akkor megtartjuk a nyugalmunkat, és tudjuk pontosan, hogy mit csináljunk következő lépést, hogy segítsünk magunkon és a társunkon, aki elsősorban magadról. Igen, bepánikol, ugye? Így van, és akkor utána segítünk a másiknak, miután mi tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. Szilárd, te tudatosan mikor kezdtél el a légzéssel foglalkozni? Hát tudatosan kb. 5-6 éve. Körülbelül akkor, amikor legelőször találkoztunk, és ez attól volt olyan szép és csodás, mert amikor én legelőször megláttam ezt a kedves fiút, akkor így az volt az első érzésem, de így hirtelen, hogy úristen, mennyi tudás van ebben a fiúban, vajon tud-e róla? És akkor oda mentem hozzád, és akkor említettem is ezt neked, hogy tudsz-e róla, és azt válaszoltad, hogy most vagy egy ilyen belső munkán, és azért is vettél részt azon a tanfolyamon, amin én is. Így van. Akkor kezdted el. Így van, így van. Akkor jöttem haza a külföldről, és ott tönkretettem az egészségem, úgymond a hátam, befeszült egyik izom, és aztán annyira túlzásba vittem a munkát, hogy ez elsúlyosodott, és leblokkált úgymond a hátam, egész a könyököm fájdalom volt, és a fejem közepéig hátul, és nem tudtam a fejemet balra fordítani, vagy hajlítani, semmilyenféleképpen legalább vagy másfél hónapig. És így dolgoztam, és akkor rájöttem, hogy nincs annyi pénz a világon, hogy tönkretegyem én az egészségemet a pénzért. Igen. És akkor eldöntöttem, hogy annyi pénzt, amit félretettem, azzal hazajövök, és tanulni kezdesz. Igen, ameddig nem jövök rá, hogy mi a célom, hogy mit kell én csinálni ezen a földön, vagy hogy mit szeretek, hogy így van az feladatom, addig nem fogok neki dolgozni, hogy ne legyen az, hogy megint beleszökök egy munkába, és akkor másfél évig, két évig dolgozok, és akkor pénzért dolgozok, ugye, mert pénzre dolgozunk, nem azért, mert szeressük, mert Hát, mert anyagi síkon élünk, Szilárd, és a pénz is energia, és erre is szükség van. Persze, csak nagyon fontos, hogy ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor bármikor csinálhassa, és egy idő után lehet, hogy az elején nem jön annyi pénz, amennyit szeretné, de hogyha szívét, lelkét beléteszi abba, amit szeret, olyan jó lesz abba, amit csinál, hogy a legjobb is lehet. És akkor már mindenki azt az embert keresi, aki a legjobb abba, amit csinál.
És te abban, amit csinálsz, az egyik legjobb vagy, azért is hívtalak el ma este, ugyanis te a 6 év alatt olyan szinten tökéletesítetted a tudást, ami nem csak a légzést illeti, és nem csak a masszást, és egyebeket sorolhatnám. Tudom, most van egy kedves hallgatóm, Péter, ő azt mondaná, hogy nincs ilyen, hogy csontkovácsolás, de te profin helyre tudod hozni az embernek a csontjait is, hogyha arról van szó. Most rákérdezhetek, Szilárd, arra, hogy hol is dolgozol konkrétan? Jó, én tudom, de a nézőim nem tudják. Igen, a Jeddi utca 97 szám per C, a igen. Kinetika, igen. Egészségügyi központ, mozgássérültek, korlátozottak, baleset után szenvedettek, uh-huh. akik műtét után újraépülés, az izom, igen. meg ízület újraépítése. És akkor én vagyok az, aki a feszültség után, amiután dolgoztak egy órát, vagy nem feltétlenül dolgoztak, hanem azelőtt már felkészíteni az izmot, bemelegíteni, hogy könnyebben induljon igen. el a hajlítás, a mozgás. A vérkeringésnek segítek a masszázssal. Értem. És akkor könnyítünk a munkán. Előtte is, meg utána is. És Szilárd, ide hogy jön be a légzés? Azt tudom, hogy te mielőtt bárki mással is kipróbálnál egy gyakorlatot, te azt hetekig, akár hónapokig is próbálod magadon, és kísérletezel. Pont ezt szeretem nagyon benned, hogy te kísérletezel, és úgy tényleg azon vagy, hogy megismerd minél jobban a világot, mert azáltal, hogy megismerem a környezetem és a világot, én magamhoz is közelebb kerülök. Hogy jön ide a légzés? Fordítva, hogy minél jobban ismerem önmagam, igen. annál jobban ismerem a mellettem lévőt. Köszönöm, hogy helyesbítesz, különben tényleg igen, igen, igazad van. Mert hogy elsősorban két világ létezik, a rajtunk kívül lévő világ, ami igen. az emberek, meg a folyamatok, meg a cselekvések, meg minden, és minden, ami bennünk van, a bennünk lévő univerzum, amit tapasztalunk, a gondolataink, az érzéseink, a fájdalmak, minden érzés, ami megjelenik, igen. eltűnik. Így van, én most konkrétan ugye a tudásra értettem, hogy ugye megismerni a világot, azaz a tudásban, bölcsességben gyarapodni, hogy utána még többet tudjunk adni a világnak. És itt jön be az életfeladat, mert hogyha nincs tudásom, nincs bölcsességem, akkor hogyan akarok én tapasztalatra szert tenni? Így van. Jól elmondtam, Szilárd? Igen, igen. Olyan ügyesen készültem a mai nap, őszintén. Figyelj, már csak azért is, mert nagyon vártam. Figyelj, azt figyeltem meg, hogy a mai nap így a buksim így a légzés körül forgott, hogy ez a dualitás és az, hogy van negatív, van pozitív, mert hogy rossz nincs az én valóságomban. Így van. Mennyire benne van ez is a légzésben, hogy van az oxigén, van a széndioxid? Igen, kell, mind a kettő kell. Ugye, hogy igen? Persze, hogy igen. Egyensúlyban kell legyen. Igen. Nem lehet a test túl lúgos sem, de túl savas sem. Így van. Ha savas, ha túl savas, akkor minden élősködő baktérium, vírus, gyulladás, daganat keletkezhet a testben, igen. hogyha savas. De igen, hogyha lúgos, uh-huh. akkor már ezek nem élnek meg a lúgos testben, a lúgos környezetben vírus, baktérium nem keletkezik, akkor gyulladás sem keletkezhet, igen. és nem keletkezhet daganat sem. És pont itt jön be, hogy a széndioxid szerepe, az egyik szerepe az, hogy a szervezetben a megfelelő pH értéket így... Egyensúlyba tartsa. Így van. Így van, így van, így van. Ezen különben annyit gondolkodtam, mert ugye azt mondják, hogy ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent, hogy ez még a légzésbe is mennyire átíródik. Hát igen, ez a légzés, ez valamilyen féle szinten kapcsolat a lelkünk, meg a fizikális világ között. Ugye a lelkünk, a lelki világ az a láthatatlan világ. És azért nem hiába mondják, hogy légzés, lélegzet, vagy igen. lélekzet. Igen, igen. Mert egy kapcsolat a lélek, igen. és ez a fizikális világ között, mivel mikor megszületünk, és a fizikális világra jövünk, mert addig igen. csak még nem működnek az érzékszervek, csak a fül, igen. a belső hallás, fül igen, van kifejlődve, az az első érzékszerv, amely kifejlődik. Még az embrió, még egy milliméter sincs, igen. az 5.-6. hétben, és ugye kezd a bőr, az megvan, meg az idegrendszer, igen. kezd kifejlődni a pici baba, igen. és a belső fül, mint az 5 érzékszerv közül, az az első, ami igen, ami kifejlődik, és kezd aktiválódni, már a baba mindent hall, uh-huh. mint rezgés, uh-huh. ami folyik a környezetbe, az anyuka körül.
Igen. Nagyon fontos, hogy az apuka, mindenki, aki az anyuka körül van, hogy milyen rezgéssel beszél, Igen. mert az befolyásolja már a magzatot. Igen, és itt jön be, hogy a légzés meg a szívritmus, mert hogyha stresszes helyzetben, akkor a szívünk is ugye hevesebben ver, és ugye, hogy most már a magzatról beszélünk, hogy ő is erre érzékeny, ó, az anyukával valami történik. Így van, ugye? Az anyukának nagyon fontos, hogy ezt a nézőknek, főleg a terhes anyukáknak, Igen. vagy nem terhes, mert nem szabad terhesnek Igen. nevezni, mert nem terhes, állapot. hanem így Igen, van. Az is egyfajta állapot, amit megélnek. Így van, de nem egy teher. Igen. Ezt Igen. mondjuk Székelyföldön mondjuk így. De nálunk nem... falun is, mert én falusi Janka vagyok, Igen. nálunk falun is azt mondják, hogy terhes. A másik terhes nem lett. Terhes, de nem teher, az nem így van. Teher, az így van. Egy csoda az Istentől, egy így áldás, van. Ugye, és akkor... Nagyon fontos, hogy az anyuka bármilyen környezetben is van, ugye, mert nem ülhet 9 hónapig a házban, Igen. ameddig várja az újszülöttet, Igen. hogy minden bántalomtól, vagy hirtelen zajtól, vagy balesettől Igen. megtörténhet, hogy az anyuka megy ugye az úton, és az utcán baleset Igen. történik, két Igen. autó összemegy, és megijedhet. Igen. És ez kihat a gyerekre, ugye? Mert az idegrendszer, ha begörcsöl, Igen. akkor már az agy nem adja le a jeleket Így van. A hátgerincen keresztül a babának. És akkor lehet egy kisebb trauma, ami megállítsa az agy fejlődését, vagy egy bizonyos szerv fejlődését, és akkor már lehetnek bizonyos problémák. Ezért szerintem van ilyen sok probléma a mai világban, hogy újszülött gyerekek betegen születnek igen, már meg. Mert, a világra. Igen, ez valamilyen szinten most nem tudatlanul az édesanyák stresszesek. És igen. Az a, mivel hogy nem tudják kezelni a stresszet. És a légzést. Mert nem tudják a légzést kezelni, igen. mert innen jön a stressz. Ezért mondtam, hogy 90% az emberiségnek igen. helytelen beteg, amit mondtál, 150 betegség. 150 betegségnek a gyökér oka az a helytelen légzés, így mondják. Igen. Érdekes, ugye most így a levegővétellel kapcsolatosan, amint az első ugye, levegővétel megtörténik, akkor kerül ránk a feledés fájtleszti zárójelben mondom, hogy mindent elfeledünk, ami azelőtt történt, ugye a lélek szintjén, mert ugye ebből indulnék ki, hogy mondtad, hogy lélegzed, de hogy lélekzetnek is mondhatnám akár. Szilárd, a légzés és a helyes légzés, ha jól tudom, de javíts ki kérlek, mert te vagy ebben a profi, akkor az orron keresztül történik? Orron keresztül, persze. és hasi légzés, és rekeszizom így van. Való égzés, légzés, mert ez a fontos, hogy a rekeszizom legyen aktiválva. Az minden egyes légzésnél, az meg kell legyen mozgatva, hogy kitáguljon úgy, mint mikor, ha felemel a súlyzok, ugye? Igen, igen. Akkor teljesen begörbítem igen. a kezem, mikor felemelem az igen. A súlyt, teljesen igen. ki van nyújtva, hogy nyúljon az izom, és utána teljesen felemelem, hogy igen. teljesen befeszüljön. Értem. Akkor van az, hogy fejlődik az izom, a teljes kapacitás dolgozik, amikor teljesen ki van nyújtva, Értem. És teljesen össze van húzva. És akkor ez ugyanez a rekeszizomra is? A rekeszizommal is, igen. Most nem tudom, mennyire látszik. Látszik, látszik, mert olyan szatvikus alkat vagy, hogy szépen mondjam. Köszönöm. Látszik, igen, ha látszik. Értik a nézők is. Értik, értik. Először én úgy kezdtem el a helyes légzést gyakorolni, hogy háton feküdtem, mert úgy lehet teljesen ellazulni, hogy ellazítani a testet, és odafigyelni a légzésre, hogy megy be a levegő az orrunkon. Igen, ha hanyat fekszem? Igen. Hátamon, jó. És szép lassan, mikor meg kifújjuk az egész levegőt a tüdőbe, Igen. úgy kezdjük, hogy legyen üres. Üres a tüdő? Igen. Okay. Csak akkor tudjuk teljesen megtölteni. Ha üres, egyértelmű. Vagyis akkor tudjuk elejétől fogva végig Igen. teljesen megtölteni tiszta levegővel. Értem. Ki kell üríteni ugye a rossz levegőtől, amíg már ott az alsó felébe, mivel hogy nagyon ilyen hamisakat légzünk, kicsiket. Aha, pici. Igen. Aha, azt mondják, hogy egy egészségtelen ember, aki dohányzik, iszik, egészségtelen életmódot folytat. Igen, az kb. 25 és 35 légzés percenként. Percenként, igen. Holott 15-20 kéne legyen? Igen, egy egészséges ember esetében. Így van, 15-25 között, és egy sportosabb alkat, aki sportol, meg egészséges, még egészséges életet is folytat, annak már 15 alá is csökken.
Értem, értem. Most már, ha tudatosan hozzáállunk a légzésre, úgy, mint gyakorlat, akkor le tudjuk csökkenteni 10 alá, 5 alá esetleg. Igen. És minél többet gyakoroljuk ezt a tudatos légzést, igen, lassítva, és minél többet ebben a folyamatban, lenni. Igen, állapotban lenni, hogy mondod te, annál lassabb lesz természetes módon is, uh-huh, a mindennapos életben. Értem. Vagyis, hogyha gyakorlunk, akkor utána természetesen lelassul. Igen, mert látod, hogy a gyakorlat teszi az embert mesterré, és ez még a légzésre is vonatkozik, nem de? Igen. Nem tudom, hallottál-e Butejko professzorról, 1950-es években, igen, megkérték, igen, őt, mint diákot, hogy figyelje a halálhoz közel álló betegeknek a légzését, és azt figyelte meg, hogy minél rosszabb állapotba kerülnek, ugye a légzés is úgymond romlik, nehezedik, igen. Igen. De igen, Butejko. De ismerted őt, vagy hallottál, igen, róla? Igen, olvastam róla, és igenis, én is gyakoroltam ezeket. Vannak a ilyen légzés technikái? Így van, technikákat, pontosan, technika. Pontosan, és nagyon hasonlít a Wim Hof való gyakorlatokhoz. Wim Hof is egy holland származású bácsi, akinek több mint 27-8 rekordja, igen, van, világrekordja. Uh-huh. Légzés gyakorlatot tanít, és ezáltal rekordokat döntött meg, ilyen, hogy felment a Mount Everestre, a Himalájára, igen, majdnem a halálzónáig, igen, bugyiban. Igen, alsogatjában. Igen, alsogatjában, így van. És túlélte? Igen, egyedül, semmi térkép nélkül, semmi is, megkapta, uh-huh, a helyet, és, uh-huh, várták, és ottan melegben, uh-huh, várták, és helyre jött, és utána lejött. Uh-huh. Uh-huh. És ezt mondta, hogy az orvosok mondták, hogy ő egyedülálló, miután egy csomó rekordot megdöntött, igen. Uh-huh. Azután mondták, hogy hát lehet, hogy még van egy-két ember ilyen, mint a világon, de ezt csak te tudod megcsinálni. És azt mondta, nem, bárkinek ezt meg tudom tanítani, adjatok nekem 10 önkéntes embert, aki hajlandó meg akarja tanulni, igen, meg akarja ezt csinálni, amit én, és én mondom nektek, hogy 10 nap alatt ugyanazt meg tudják csinálni, amit én. Uh-huh. És volt 10 önkéntes, valami ilyesmi, és nem kellett 10 nap, hanem 5 nap elég volt nekik. Igen. És azt hiszem Csehországban van nekik egy ilyen bázisuk, egy ilyen, ahol az embereket oktatják erre a légzés gyakorlatra, meg hogy a hideget elfogadni. Igen. Mert a kettő nagyon fontos, közre játszik. Igen. És azt csinálta 5 nap után, hogy ezek a tanulók ugyanúgy alsogatjába, igen, orvosok segítségével, az orvosok, igen, is ott voltak, persze az orvosok fel voltak kötözve a legprofibb ruhába, ugye, mert lenne a hegy aljában mínusz 5, mínusz 7, 8 fok volt, igen, és fenn a hegy csúcson mínusz 27. Értem. És felgyalogoltak, ez a pár önkéntes, meg Wim Hof, az orvosok fel voltak, sok kamerások, ugye, akik kameráztak, aha, mögöttük, azok fel voltak komolyan öltözve, és fenn a hegycsúcson találkoztak meg a komandos osztaggal is, egységgel is, nem, igen, tudom, melyik országnak volt a komandos egysége. Csináltak szelfiket velük ott a sogatjába, igen, és lementek a másik felén Lengyelországba. Csehországba, Lengyelországba. Igen. És ezt mind 5 nap alatt megtanulták, meg olyanokat csináltak, hogy az E. coli vírust tisztán, igen, befencskendezték az orvosok. Igen. Csinálták utána a légzés gyakorlatot 25-30-40 percig, igen, és előse jöttek a vírus tünetei, ami, aha, nagyon nagy izom, fájdalom, görcs, uh-huh, ízületfájdalom, reszketés, láz, uh-huh, meg se jelent. Azt mondják, hogy miután a vírus bekerül a szervezetbe, 15-20 perc után kezd előjönni a tünet mindegyikből, kezdünk reszketni, felmegy a láz. És mindezt légzéssel, Szilárd? Igen, csak légzésből, és a képzelet elejével. Hát, igen, a képzeletnek óriási ereje van. Így van. Szilárd, te a pácienseidet megtanítod helyesen lélegezni is. Azzal kezdem. Azzal kezdem. De édes, mondj pár dolgot, mert a hallgatóim nagyon kíváncsiak, sem nézni, hogy... Ahhoz, hogy a masszázson is az ember el tudjon relaxálni, mert van olyan, hogy akár mennyire jól masszírozzam és nyomjam, inkább behúzza és begörcsöli magát, igen, mert fáj, igen, nem tudja elfogadni a fájdalmat. Értem. És akkor
összehúzza magát, az izmot befeszíti, hogy ne fájjon, igen, mikor én nyomom azt a... Ez ilyen reflexzerű, nem? De... Persze, ez ösztönből van, mert védekezik az ember. Nos, ez azért van, mert görcsös alapból. Értem. Mivel, hogy a gondolat az el van menve másfelé, vagy a múltba, vagy a jövőbe, igen, és akkor, mivel, hogy nincs itt a gondolat jelen, igen, a légzés se helyes, mert hogy valamiért a múltból aggódunk, hogy mit csináltunk, vagy mit nem csináltunk, igen, vagy a jövőben, miatt, igen, igen, hogy mi fog történni, igen, sokkal, így van. És akkor nagyon fontos, hogy az ember tudatosítja a légzést, mert akkor az egész idegrendszer, igen, megnyugszik, az elme, az itt van a légzésem, mert én ide figyelek, hogy... A fókusz ott van, egy dolgon, igen. Hogy megy be, igen, és ki a levegő. És akkor nem tudok figyelni a múltba se, és a jövőbe sem, mert itt van a fókusz. Itt ezt van. Az angol ugye úgy nevezi, hogy monkey mind. Persze, szögdincse, jobbra balra. Igen, de majom, így ugrik jobbra balra. Azt mondják, hogy 80% a gondolatoknak, reggel, mikor kinyissuk a szemünket, és elkezdünk tudatosan gondolkozni. Igen, szerotonin termelődik. Így van, reggelit csinálni, készíteni, reggelizni, felöltözni munkába, napi menni, így van. Így van. 20% a tudatos gondolat, és 80% tudatlan. És mind az irányítja. És az, hogyha ilyen monkey mind, ahogy mondtad te, hogy a majom elme, hogy szökik, igen, egyik gondolattól a másikig, és egy perc alatt több mint 100 gondolatunk van, és azt se tudjuk, hogy egy perc ezelőtt mire gondoltunk, igen, mert annyira tudatlanul működik ez az egész. És igen, azt mondják, hogy ebből a 80%-ból 80% újra hasznosított gondolat, amit hallottunk tegnap, múlt héten, igen, ezelőtt egy ugyanazok hónapja. A gondolatok. Így van, csak úgy, és azok maguktól mind ugyanúgy rátszódnak. Igen, és közben mi meg akarjuk a változást, holott folyton ugyanazokat a dolgokat gondoljuk, mint a tegnap, így nincs, ahogy változás bejön az életbe. Persze, mert minden innen indul. Abszolút onnan, és igen. Ha itt ugyanaz folyik, akkor nap mint nap a szokások is ugyanazok. Igen, de látod, hogy jó, hogy felhoztad ezt, hogy a múlt sérelmei, fájdalmai és az el nem engedés képessége, tudod, hogy képtelen vagyok elengedni a múlt fájdalmait, ez is mennyire hozzákapcsolódik a légzéshez, mert hogyha figyeled magad, és én tényleg azon vagyok a nap 24 órájából, míg alszom, még akkor is figyelem magam, mert éber álmodó vagyok, hogy ha egy picit azon kapom magam, hogy mi lesz, ha kész, a légzésem automatikusan megváltozik, szívdobogás megváltozik, és hogy említed az elmét, Szilárd, de hogy mennyire fontos az elme, az agy és a szív koherenciája és a kettő közti rendezettség. Mert stressz helyzetben ez nincs, hogy létrejöjjön. De Szilárd, én azt akarom mesélni magadról, mert én azt csodálom, hogy ez a fiú, azt képzeljétek el, hogy ez a fiú képes kint ülni a hidegben hány fok? 6 fokban? 6 minuszban. Minuszban is, és kintül meztelen testtel, most már bocsi, hogy így feltárom a titkot, és meditál. De ez nem csak ennyi, hanem elmondom. És még izzadok is közben. Izzadsz is közben? Igen, 6 fokban, amikor a legelső gyakorlatot csináltam, igen, ezt a Wim Hof gyakorlatot, légzést. Igen, igen. 25-30 mély légzés. Igen. Úgyhogy hirtelen belélegzünk az orrunkon, igen, szájunkon ki. Igen. De hallod, de különben azt mondják, hogy ez nem helyes. Nem helyes, de ez a technika. Jó, ez a technika, ez bocsánat. A technika. Okay. Csinálunk egy kisebb hiperventilációt. Igen, igen. Ami ugye igazából nem jó, ettől csinálnak sokan pánikrohamot. Mivel, hogy igen, hiperventiláció történik. Igen. Ugye nézik a tévét. Igen. Történik egy tragédias. Földrengés. Lássák, igen, lássák a híreket például. Igen, a híreket nem jó nézni. Pontosan, igen. Okay. És... ülnek a székben nyugodt helyzetben, mert nézték a... Igen. Az 5 órás az híreket? A filmet azelőtt is meg voltak nyugodva, és bejönnek az 5 órás hírek, igen. Na, nagy földrengés. És ők egyből, abból a nyugodt helyzetben, ami a szív, ugye, mit tudom én, 75, 60, 80 igen, dobogás percenként, mikor meghallják azt a hírt, azt igen, a pánik, és visszatartsák a levegőt, mi történt, igen, ugye akciófilmeknél is, vagy horrorfilmeknél igen, tapasztalható, hogy mikor van az a zene, hogy tön-tön-tön-tön-tön-tön-tön, és tudja már az ember, hogy most fog történni valami, mert már olyan a zene, és akkor már az ember már kezd kapaszkodni jobban a székbe, és egyből egy nagy csattanás, vagy robbanás, vagy egy, igen, valami kijön egy tör, és az ember még megfeszül a székbe, visszatartja a levegőt. Igen. Jaj, mi történt? Csak 10 másodpercig.
elég, hogyha visszatartsa a levegőt, olyan a szív a félelemtől, mert olyan az idegrendszer az agy nem tudja, hogy ez egy film. Igen. Nem tud összekapcsolódni. Így van, abszolút. Pont olyan, mint az álom. Igen, mert az agyunk képtelen különbséget tenni egy elképzelt dolog és egy megtörtént esemény között. Mondja Joe Dispenza, és ez tényleg így van. Ugye, így hogy van, igen? Így van, persze. Ez nagyon fontos, mert ezért mondtam, a képzeleterő is fontos ahhoz, hogy a légzéssel való gyógyítás, a saját magunk meggyógyítása, kell a képzelet erőnket is használni. Így nagyon van. Fontos. Igen. Így van. A Szilárd, akkor, hogy leegyszerűsítsük, szóval a helyes légzés, azt úgy értelmezném, hogy orrom be, hasi légzés, az a rekeszizom, és orron rövid ki. Leve, orron ki, igen, és hogy rövideket, ugye? Rövid. A helyes légzés, hogy mondjam úgy, hogy van három... A kicsiket belélegezni, nem? Nem. Mélyet, és lassan. Mélyet is lassan. Igen. Van ez, amit kifejlesztettek a katonaságban, a doboz légzés, ugye, hogy 4 másodpercet belélegzünk, 4 másodpercet tartsuk. Katonaságban van ilyen? Így van, mert, igen, mert le kell nyugtatni őket, mikor stressz helyzet van. Igen, tényleg. És akkor vagy azt mondják, hogy harc helyzet után, ugye, akkor vannak ezek a traumák, megélt traumák, amik utána gondot okoznak, alvásgondot, meg elmezavarok. És akkor ez a doboz légzés, hogy 4 másodpercet belélegzünk, 4 másodpercet tartjuk, 4 másodpercet fújjuk ki, és 4 másodpercet levegő nélkül maradunk. Ja, igen. Ez az egyfajta pránajáma gyakorlat. Persze. Mindegyik pránajáma gyakorlat. Igen. Csak veled tudjuk. Most hadd dicsérelek, Szilárd, mert képzeljétek el, egy 6 évvel ezelőtt én Szilárdnak meséltem az úgynevezett, most elmondhatom ezt, Szilárd, a kecsári mudrát. Elmondhatom? Mondhatom. Igen. Kecsári mudrát. Tudják a mud... az emberek. De most elmesélem, hogy a mudra az egy szanszkrit kifejezés, és azt jelenti, hogy energia zár, vagy jel, vagy szimbólum, vagy kéztartás, akár. A kecsári mudra az attól olyan különleges, mert hogy nem a kezeddel, vagy a testeddel, hanem a nyelveddel hozod létre. És pedig úgy, hogy meghosszabbítod a nyelved, de nem úgy, hogy nem, hanem így csinálják Indiában, hogy elmondom, hogy csinálják, jó? Vesznek egy nagyon kis vékony szikét, és a nyelvredőt, kitapogathatod most, hogy bejúlhatsz a szádba, és megnézed, hogy van egy nyelvredő, és azt így fölvágják. Nyelvünk közepén. Igen, a nyelved közepén, és azt majd kurkumával, vagy borítót körsóval kezelik, és 7 naponta, minden 7 nap után egy picikét még vágnak bele. Ez nagyon fájdalmas folyamat, és ezt csinálják 6 hónapon keresztül. Közben a tanuló az még nyújtja a nyelvét, vagyis ebből a pozícióból hátra teszi a szájpadlásra, és ott tartsa, hogy alól az nyúljon, szakadjon szépen lassan, még jobban pont fel. Pont ezt akartam mondani, hogy fél év után, Szilárd, én ezt neki így elmondom, és fél év után fölhív, és azt mondja, hajnal, gyere a központba, akarok mutatni valamit. És képzeljétek, a fiú megcsinálta a nyelvét, teljesen hátra tolta, és az orgaratba, Szilárd, ez hogy csináltad? Az orgarat mögé. Na, de hallod, de ez annyira olyan volt, hogy én lementem hídba, miközben a nyelvét nyújtotta. De Szilárd, mondd el nekem, majd nekem is, nekünk is, hogy ez hogy jött létre, mert ezt ezért mondtam el, ez csak a profi jógi tudja megcsinálni. És ez abban segít, hogy méregteleníti a testet, minden betegségtől megszabadít, nincs is szükséged kajára, látjátok, ez a fiú ilyen kis vékony nátszállegény, de olyan energiája van, hogy leírhatatlan, és azt mondják, hogy ezzel az akasához is úgymond egyből bejárásod van, ami nem más, mint az 5. dimenzió. Egyből nincs, ez is... Téves? Gyakorlat kérdése. Nem volt téves, nem volt téves. Ez is embertől, meg a tudatszinttől is függ. Igen. Mert mindegyik kis lépés, ugye egy kisebb megvilágosodás. Szilárd, de meséld el azt is, kérlek, mert nekem elmondtad, hogy olyan is volt, hogy órákig te ebben megmutathatod. Igen. Lehet, hogy félelmetes lesz, de mutasd meg, Katalin Bajet, te osztatél Rokrum Moszkú kamerám, Pixpre Bajet. Én most lefordítom, kértem a kedves kameramen fiút, hogy mutassa meg. Hogy van, Szilárd? Na, mutasd meg. Aki nem bírja, nézi, nem nézi. Igen. Szóval a nyelv. A nyelv hátra fog fordulni. Igen. És van a kis bogzsák, ami lóg hátul. Igen. Nem, mandula? Mandula. Nem a mandula. Nem, mi? Nem a mandula, az a kicsi. Igen. Oké. Okay. Igen. És odáig hátra fordul a nyelv, igen. És onnan felmegy az orrüreg mögé. Hallottál? Orrüreg mögé tolom a nyelvem. Basz, igen, ezt kimondani is nehéz. Úgy, ahogy van két orjuk, igen. A jobb orr
lyuk a igen. bal agyféltekhez van kötve, a férfi, a ping alá. És a bal orjuk a jobb agyféltekhez. Nálunk fordítva van nőknél. Ide, vagy ide a bal oldalt, és a ping alá a jobb oldalt. És középen a szursum. Na, ó, mindegy, a zárójel. Na, mondja a Filár. És be tudjuk zárni az orrunkat bentről is. Nem kell az ujjamat használjam a légzésgyakorlathoz, a pránajáma légzésgyakorlathoz, ami, hogy izé, hanem szépen lassan feldugom. Na, most megmutatom. Mutathatom? Igen, Pati Szárati Bajátú. Merci, köszönöm. Ennyi. Láttátok? Ennyi, mondom, hogy csak ennyi, de ez egy nagy... És így ül Szilárd órákig, mint a tökéletes jogi tudással rendelkező buddhik. Már buddhák. Akár basszus, és hány órát ülsz így Szilárd? Hát a legtöbb az 5 óra volt. 4 és fél 5 óra. És azt meséld el nekem, mert ez a lényeg az egésznek, hogy miután ebből az állapotból visszatérsz, hogy te így meditálsz a nyelveddel az orrüregben, mit élsz meg utána, Szilárd? Nem utána, közben. Közben is? Közben, persze. Oké, okay, jó. A lényeg, hogy ez annyira megakadályozza, hogy gyorsan lélegezzek. Ja, teljesen lelassítja a légzést. Így van, és olyan helyzetbe kerül a test, belül igen. a szervezet, mint egy bizonyos állatoknak medve, kígyó, hogy hibernálás. És ezért nincs szükség kajára, kinti kajára, mert a belső energiát igen. felhasználom és konzerválom, igen. hogy nem pocsékolom, nem pazarolom hiába. Végül is ez az új világrend is, az emberek félreértik ezt az energia pazarlást, meg energia sporlást, igen. mert nem a gázzal, meg a benzinnel, meg a villannyal kell. Hanem a mi energiánkkal. Persze, a saját belső energiánkkal, mert ahányszor felmérgelődik az ember, idegeskedik, igen. ugye ott van az szó, hogy ideg eskedni, az idegrendszert pusztítjuk. Igen. Vagy a magyar nyelvben ugye van ez, hogy mérgelődni, ez más nyelvben nem eszem mondjuk magam. Ki. Eszem magam, pontosan, eszem magam, de szó szerint. Mérgelődni. Ez a mai tudomány pár év ezelőtt bebizonyította, hogy ha te most nyugodt vagy, veszünk egy csepp vért, mikroszkóp alá tesszük, tele van csomó jó hormonokkal, boldogsághormonokkal, igen. ugye, mert nyugodt vagy, relaxálsz, jól érzed magad. De ha felidegesítelek, felmérgesítelek, és veszünk megint vért 3 perc után, miután... Igaz, te. Tele van méreggel. Olyannal, hogy meg lehetne ölni... Persze, hát... Egy embert. Így van. Az a méreg. És miért ilyen szép a magyar nyelv, a igen. mágusok nyelve? Igen. Mert hogy gyűlölet, gyűlölet. Igen. Mikor sok a gyűlölet az igen. emberben, akkor mikor összegyűl, akkor igen. ölet. Így van, így amit van. Amit mondod, esszük igen. magunkat. Igen. Ez mérgelődünk, mérgezzük magunkat. És ennek kapcsán azt is elmondanám, hogy ugye a testünk körül van egy úgynevezett elektromágneses mező, ez az úgynevezett tórusz mező, igen. és amikor a saját energiám használom föl, így ebben az állapotban ő stresszes, és a légzésem azt is olyan nagyon, zsugorodik. Így van. És ez az eszem magam, szó szerint ez így történik. Van, így van. És minél kisebb az az elektromágneses energia, igen. pólus, úgymond, vagy igen. sugárzás, igen. annál gyengébb a test, a fizikális test. És látod, hogy te ezzel a kecsári, úgy írják le, hogy kecsari mudra, a kecsári mudrával te a saját energiád növeled is. Azon, növeled is, persze. Növeled persze, is, ugye? Persze, mert ez egy olyan állapot, mint egy hibernálási állapot. Igen. És igen. akkor lezárok minden belső funkciót, úgymond igen. lezáródik. Igen. Ugye? És akkor az az energia, amit normálisan alvás igen. Szituációban újra tölti az ember magát, ugye igen, az altunk, persze, el, hogy nem mozgunk egyáltalán, de csak levegő. Így van. Mély levegő, és az oxigén újra tölti a vért, reggel felkelünk, frissek vagyunk, van oxigén a testbe, uh-huh. a vérben, amivel egész nap tudjunk majd dolgozni. És ilyenkor, Szilárd, most egy másik kérdés, hogy ilyenkor az agyunk is, ugye a toboz mindig termeli a DMT-t. A dimetiltriptamin, jól mondom? Igen, ah, igen. Yes. Ilyenkor megdicsérem magam, jó vagyok. A világ legkeményebb halucinogén. Igen, az, és azt mondtad, hogy hajnal ezzel létrehozhatod. Persze, ez az amrit, vagy ugye a Bibliában azt mondják, hogy a mézd és a tej. Igen, ez az, ez a nedű. Így van. Ez az ambrózia. Így van. Azt az agyunk termeli, igen. hogyha olyan életmódot folytatunk. Mert a Szent Háromság az arról szól, hogy elme, fizikális test, és az érzések. Ugye? Uh-huh. Mert
ez minden vallásban, régi vallásban, vagy... A régi hitrendszerek szerint. Hitrendszerek szerint szóval nem ez... három megvan ott. Ez az Atya, Fiú, Szent Lélek, ezt szokták mondani. Így van, de akkor ezt te hogy mondod, hogy az elme, a szív és a... Persze, mert minden az Atya, az mindig ugye az a férfi. Az Atya, minden hitrendszerben az Atya, az férfi. Igen. S láthatatlan, ugye? Ő az, aki teremt, ugye? Igen. Az elme a képzeleterőddel teremtesz, mert ez a szék is valakinek először a képzelet erejében volt, hogy így képzeletben megteremtette, így, ugye? És akkor utána hozzácsatolt egy érzést, hogy de jó néz ki, és ezt most megteremtem fizikálisan. Így van. Az elme az Atya. Megteremtsük a képzeletbe, az Atya megteremti, létrehozza, ugye, amit akarunk fizikálisan. Jön az érzés, ami hozzácsatoljuk, ugye, a Szent Lélek. Igen. Az a női energia. Női principium. Igen. A bal agyfélfek, az a férfi, a logika, az ida, a pingala. Igen. És a jobb, a női, az ida. Aha, igen. De jó, hogy ezt mondod. Igen. Keresztbe mennek a női agyfélfek, a bal felünket. Igen. Érted. De most eszembe jutott el valamit, a Szilárd. A 9 tisztító légzést. Én szoktam a tanítványaimnak tanítani, én egy Namkhai Norbu egyik tanítványától, egy nagyon-nagyon nagy mester, és most már nincs fizikai síkon, sajnos, de megtanította a 9 tisztító légzést, ami nem más, mint ugye a három csatornának, az ida, a Sushumna és a pingala, ez a három fő csatornának a megtisztítása, ugyanis úgy, ahogy az ida és a pingala találkozik, így a Sushumnán keresztül, igen, így és kereszteződik, és minden pontnál ott van egy csakra, egy energiaközpont, hogyha ezt a 9 tisztító légzést naponta, reggel és este elvégezzük, megszabadulunk a múlt akadáitól, a jelen akadáitól, betegségektől. Nem, hogy megszabadulunk, hanem feloldjuk. Igen, és ugyan megválsz tőle, feloldott és megválsz tőle. Így van, elengedett. Így van a haragtól, a szélbetegségektől, a nágáktól, férfi, női szellemlényektől származó betegségektől, mert nem csak mi vagyunk, Szilárd, amit fizikai szemmel látunk. Persze. Szóval a légzésnek ilyen erős hatalma. Persze, ezért mondtam, hogy a kapcsolat a lélegzet és a fizikális világ között. Igen, Szilárd, és látod, hogy minden a légzés alatt, címszó alatt történik. Minden. Ezért befolyásolják a légzésünket a sok horror, akciófilm, meg negatív hírekkel. Mert akkor pánikolunk, helytelenül rövideket lélegzünk, és startból az idegrendszer kezd ideges lenni, igen, és nem tudjuk, hogy miért. Igen. Csak a légzést kell elmélyíteni. De látod, Szilárd, ez a mi szabad akaratunk, ne nézzünk, ne nézzetek már, hogy csak nyugodtak vagytok, nem de? Pontosan. Szilárd, szóval én tudom, hogy te mindenben profi vagy, de nem csak azért, mert hogy mondod ezeket, és olyan jó hallgatni, hanem hogy te ezt tényleg megéled. Te napi szinten gyakorolsz nagyon sokat. Igen. Hogy kezded a napot? Kérlek, mondd el. A napot úgy kezdem, hogy felkelek, igen, csinálok egy teát. Igen. Mert nagyon szeretem, most nekifogtam a teákkal dolgozni, csinálok egy teát, megiszom, és egy órát másfelet nyújtok, légzés gyakorlatok segítségével kombinálom a kettőt. Igen. Mert nagyon fontos nekem, hogy 8 órát dolgozok, hogy karban tartsam az ízületeket és az inakat, igen, mert hogyha nem, akkor én is kezdek begörbülni, begörcsölni, az izmok begörcsölnek, és nem tudom csinálni sok ideig ezt, amit csinálok. És Szilárd, még úgy zárjában megemlíteném azt, hogy Szilárd nagyon sokat böjtöl. És ilyen úgynevezett fekete böjtöket tart, ez azt jelenti, hogy nem eszel semmit aznap, hanem mit csinálsz? Csak vizet iszol? Igen, imádkozok, és nyújtok, és légzésgyakorlat. Imádkozik, légzésgyakorlat, nem eszik semmit. Maximum esélyt a... Igen, és melyik volt a maximum, amit így kibírtál, Szilárd? Mindenféle kaja nélkül? 5 nap majdnem. 5 nap? És többet akartam. Mi az, hogy én egy napot próbáltam, de az is fantasztikus volt, de Szilárd, hogy 5 napot kaja nélkül csak vizen élni lehetséges. Persze, simán, és akkor is 60 kiló voltam, és nem volt semmi olyan nagy változás, vagy 2-3 kilót fogytam izomból. Igen. De azt ugyanúgy egy hét alatt visszatettem. Mert hogy volt olyan, hogy egy kemény... Ugyanúgy így hús nélkül visszatettem azt a 2-3 kilót, nem fogyasztottam húst, csak zöldségből, magokból, tojásból, és tejtermékekből visszatettem. Mert hús nem fogyasztasz egyáltalán? De, fogyasztok, de
Minimálisan. Bizonyos, igen, bizonyos időnként, és házi húst, amit igen. tudom, hogy édesanyám igen. Etette az állatokat. Üdvözlőjük anyukát! Bízom benne, hogy hamarosan találkozunk. Puszi igen. Való. És hogy anyuk, értem. Nagyon fontos ez is. Igen, mert az elmébe ugye, hogy van egy doboz. Tegyük ezt, van egy doboz. Igen. Mit teszünk a dobozba, olyan dobozzá válik. Hogyha kukát teszünk, akkor így van. Szemetes. Így van, ez a farkasok közt farkassá válsz. Így van. Ha ékszert teszünk bele, akkor ékszeres doboz lesz. Így van. Az elmével mit teszünk? Szemetet vagy ékszereket? Jaj, de drága vagy, de jó, hogy ezt mondod. Hallod, de mit üzenél a kedves nézőimnek, Szilárd? Szeressék egymást, lélegezzenek mélyen, nyugodtan, sohajtsanak. Ha nem tudják, hogy kell helyesen lélegezni, sohajtsanak nagyokat. 4-et, 5-öt, 6-ot. Igen. És elazulunk. Ennyi. 5-6-ot, és már is jobban érezzük magunkat. Igen. És mikor érezzük, hogy egy kicsit feszültség van, leülni, sohajtani egy párat, és aki akar többet tanulni, az nyugodtan várom szeretettel a kinetikánál. Itt jedden, van, Marosvásárhely mellett. Masszás közben megtanítok egy pár gyakorlatot, ami ellazítja az embert. Vagy messengeren is írhatnak. Írhatnak, és esetleg a közel jövőben csináltok egy ilyen kisebb tanfolyamot, hogyha egy pár ember összegyűl, akkor hogy úgy grupban, mert csapatban akkor az emberek jobban átérzik, hogy mit kell csinálni, és hogy kell csinálni, és hogy kell helyesen. Ez nagyon igen, fontos volt. Igen. Szilárd, annyira köszönöm, itt voltál, gyere, adj egy olalist. Én is nagyon szépen köszönöm a megtartást, hogy de jó. át tudtuk adni hát hogy ne. És így hogy van. Remélem, így hogy az emberek érdeklődni fognak a légzés iránt, mert ha megtanul az ember helyesen lélegezni, akkor bármi, sok betegséget megelőz. Ez az egyik, és minden sokkal könnyebb lesz az életben. Ennyi, ilyen jobban, egyszerű. Könnyebben tudunk szeretni. Így van, köszönöm, hogy itt voltatok, drágáim, találkozunk a jövő héten. Sok puszi! Puszi! De jó!